A műsor támogatta. A kronométer.hu bemutatja. Őszintén órákról. Sziasztok! Ez az Őszintén órákról. Én Dávid vagyok. Ő meg Viktor. Így van, ma borozni fogunk, úgy döntöttünk. Hát pont azon viccelődtünk, hogy a Nespresso nem szponzorál meg ilyen. Ja, nem. A Nespresso és a De'Longhi sem szponzorál minket, a Szendonátnak köszönjük. Meg a Kilkenny se. Kedves egészségedre, Dávid. Szenem. Egészségedre, Viktor. Nagyon jó adásnak nézünk elébe. Igen, amúgy így már minden adott. Nagyon jó lesz. Köszönjük nektek, hogy néztek minket, hogy támogattok. Egyébként, ja, én ezzel akartam egyébként indítani, hogy a rengeteg szuper komment, ami mostanában jön egyébként, én ki vagyok. Nagyon szép kommenteket kapunk. De tényleg? Aha. Úgyhogy most már nem szabad elkésnünk egyszer se a 19.30 en Nem, amúgy. Egyszer elcsúszunk, akkor ott világvége. Igen, mert ezt nem tudjátok, hogy én azt kedden meg szerdán fejezem be a vágást, amit te elővágsz és elküldöd, utána én még ott funkizok rajta, és akkor így szerdadére felkerül minden. Így van. Mai különleges adásunk tematikája. Így van. Digestokról fogunk beszélgetni. Yes. Digestokról. Nekem a kedvenc Rolex. Nem, az a ráadás a végén. De várj még, a kedvenc Rolexem a Datejust azért, mert egy teljesen elérhető áru, de mégis ugyanúgy a gyártótól azt a luxust adom, most nem az új darabokra gondolok az elérhető áru alatt, mert látom, nagyon elkezdesz ott keresgélni. Igen. Tehát, hogy egy elérhető áru alternatívája, de nem belépő a Rolexbe, ugye ezt már az OP-nál is megbeszéltük egyszer korábban, mert olyan, tehát hogy van belépő a Rolexbe, mert nyilván egy Datejust, vagy egy OP, vagy egy Air King mondjuk olcsóbb, mint egy tömör arany Day-Date. Például, vagy egy Yachtmaster 2, vagy egy Skydweller, vagy valami. Igen, amit 40 000 euró környéke. És a Datejust az egy olyan mindenre arany középút, és sokan mondják, hogy a 36 mm-es méret az női óra, nem női óra, az olyan, mint a, nem tudom, az egy ilyen mint az örök klasszikus. Hát... Kb. Most van látsz, hogy milyen nagy autód van, vagy milyen kicsi autód van? Nem, senki nem fogja azt mondani, hogy kicsi vagy nagy, hanem csak, hogy egy viszont már Audiban ülsz. Luxus autó, igen. Igen. Én most világosodtam meg egyébként. Hogy? Hogy próbáltam egy 36-os Day-Date-et. Igen. És úgy eldöntöttem, hogy, mert vaciláltam, hogy mégis miről álmodozzak, ezért az csak szabad. 40-es vagy 36-os, ezen gondolkodtam. És a 40-es az úgy, jól néz, ez egy 42-es óra, egyébként nyilván egy sportos valami, tehát óriási a szakadék, a 42-es meg egy, és ugye egy teljesen hagyományos stockforma, meg egy 36-os között, de a 36-os az, amelyik tényleg az a tradicionális, ez a hagyományos, ami ennek lennie. És ugye a Tony Soprano is, aki egy jól megtermett szereplő volt, nem mint egy figura, ugye? Mm-hmm. Rajta is például mindig 36-os arany Day-Date volt, és yes. Azért ő egy jó nagy darab ember, jó nagy csuklóval, és mégis állt rajta valahogy. Tehát... De tudod, mi az érdekes, hogy pont ez jutott eszembe a minap, hogy neked sokkal nagyobb csuklód van, mint nekem, és amikor múltkor, nem is tudom melyiket vett, a Panerai volt azt hiszem rajtad valamelyik részben. Igen. És nem állt olyan jól, mint mondjuk a fehér G-Shock, vagy egy 36-os Datejust, tehát csak azért, mert nagyobb csuklója van valakinek, nem jelenti azt, hogy feltétlenül nagyobb órát kell ordani. Én azt a Panerait kölcsönöttem egy jó barátomnak, akinek sokkal kisebb csuklója van nálam, és rajta jól állt. Tehát neki így valahogy így jobban passz, tehát hogy jobban tudta viselni ezt az órát, mint az én nem, én egyáltalán. Ennyit számít. 1945. Így van, és a Datejust volt a húzó típusa a Rolexnek. Ugye előtte még az Oyster Perpetua volt, a sima, tehát ami nem volt dátum, és akkor lett ez, ami már dátum is van. Cyclops nélkül volt, és... Mikor lett Cyclops? Pár évvel később, azt hiszem 52-53 körül, de nem akarok hülyeséget mondani. Mert a Day-Date-en már volt, ami 56-ban jelent. Az a sztori, hogy az 50 000-dik, a 100 000-dik és a 150 000-dik Rolex kronométert, ahogy ők nevezték, mindig híres embereknek adta a gyár. Ez volt a legjobb marketing akkoriban. Ez már nincs is. Igen, mondjuk én kapok még hírlevelet svájci gyártótól, aki a Svaldrubba tartozik. Mikor elkészült az 50 000-dik Yachtmaster? Szét vagyok spammelve azzal, hogy az ő általuk támogatott sportoló éppen
melyik lovas bajnokságon nyeri a díjugratónak a tréningét. Most arra gondoltam, hogy nincsen hozzárendelve egy adott órához, vagy hogy ez az 50-esedik, vagy a 100-esedik, mert ugye a Rolex-eken most már random. Így van, így van. Tehát ez 2011-2, vagy mikor volt? Olyasmi 10-11-12 között. Tehát hogy úgy volt, hogy a Rolex-eknek rendesen sorozatszáma volt, ami egy darabig csak számból állt, és egy idő után pedig betű és szám kombináció volt. És ez feltételezzük azért zavarta a Rolex-et egyébként, mert vissza lehetett így nyomozni egy óra, mikor készült. Igen. Mert ugye be tudtad illeszteni abba a sorozatba, vagy, tehát egy számsorrend volt, teljesen egyértelmű. És most ilyen scattered, vagy random szíriának hívják, tehát ilyen szétszór serial number van, amiről ők természetesen tudják, hogy mikor készült, de csak azért, mert ránézel erre a 7 vagy 8 a betűre, ott a flange ringben van benne 6 óránál. Igen. Egyébként, tehát tökéletes helyre került a sorozat száma a Rolexnek. Ebben a belső körgyűrűben, ami olyan, tehát a lünetelnek a belső része a számla karimáján, és ott van bele lézer gravírozva. És körbe van ugye az lézer gravírozva, hogy Rolex, 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 Rolex. Igen. És 12 óránál van pontban a korona. Szóval... Ja, és bocsánat, és van még egy ritka feature, ami szerint nem tudom, hogy, de tényleg nem viccelek, sok ezredik, hanem 10 000 képenél, amit Rolexekről csináltam, tűnt föl, hogy van egy Rolex korona lézer gravírozva a kristályba 6 óra fölé. Igen. És de, alig látszik. De ez nem volt mindig így, hanem a 2000-es években a jó Isten tudja, mikor vezették be. Viszont a cserélt üvegekben már az van általában. Van ordít benne a lézergravír, akkor így azt lehet mondani. Ordít, és egy hármas vagy egy... Ez mi a szar? Nem tudtam, hogy mikrobival lakunk. Ezért nem szeretem ezeket az idióta kávéfőzőket, mert nagyok, nehezek és hülyeségeket csinálnak. Ki kérte most meg erre? Ki tisztítja magát és kikapcsol, mert nem akar koszosan aludni menni. Mondjuk ezt viszont. Oké. Na. Tehát, hogy mit akartam? Igen, hogy ordít, ez a 3 vagy 10-szeres, 3-szoros lupéval lát. Szabad szemmel esélytelen, hogy lásd, esélytelen. Így van. Szóval úgy jött a Kyklopsz, hogy az első, tehát az 50 000-et azt egy svájci generálisnak adták, a 100 000-et, ha jól emlékszem, Churchillnek, és talán 150 000-et adták Ike-nak, tehát Dwight Eisenhower. Egyébként is leírtam, úgyhogy olvassátok el. És... Ennyi amúgy, tényleg. Ott nagyon részletesen számokban játszunk. Ha minden emlékeznénk, amit leírtunk, már megőrültünk volna. Nem, akkor nagyon gazdagok lennénk. Ez lehet, igen. Bevennénk a Rolexhez, és akkor mondanénk, sziasztok, mi lennénk itt a katalógus. Kinél kell itt jobban tudni valamit. Amúgy egyébként... Ezeknél a mágáknál szerintem frankon van valaki, akinek, tudod, vannak olyan emberek, akinek az ilyen különleges képessége, hogy mindenre emlékeznek, semmit nem tudnak elfelejteni. De nagyon kevés ilyen ember van a világon, ilyen pár tucat. De egy tuti ott ül és vágja a dolgokat. Vagy bocsánat, akkor most megint, már most nagyon sok felé kacsázunk, de nem baj. Azért a Pateknél volt ilyen egyszer, igen, amikor még tényleg nagyon zöldfülű órakedvelő voltam, és olvasgattam, hogy hát, hogy itt van egy Patek, és hogy erről nem is tudták, hogy valaha létezett ez a kronó, ezzel az örök naptárral, acéltokba, világos számlappal, és akkor így benne volt így a leírásban, hogy de a szkolár az ilyen akadémikusok, hogy a Patek akadémikusa is találják, és úgy vagy, és most már úgy vagyok, hogy elmentek ti a mert, a szkolárokkal. Mert múlt héten gyártottátok azt a tokot, meg azt a számlapot valószínűleg, érted? Tehát ezek ilyen frankes, persze, hogy nem találtátok meg a könyvekbe, egyrészt is kerestétek, másrészt nincsenek akadémikusaitok, harmadrészt pedig fabrikált órák ezek, ez majd az órás aukció sötét világa című eddig meg nem beszélt epizód. De meg lesz beszélve. De igen, igen, pontosan. Szóval Eisenhower visszaküldte az esedékes szervizre, nagyon érdekes. Levelek szkennelve, tehát archív levelek. Nagyon jó. Ahogy a nem tudom melyik Rolex-es emberke, jóba volt az Eisenhower-nek az asszisztensével, és azon keresztül pusiszta mindig ezt a dolgot, hogy toljad, hogy mi van vele, tetszik neki. És akkor az 5 éves esedékes szervizre úgy küldte vissza, hogy nagyon tetszik, csak romlik a látásom, és nem igazán látom már a dátumot. És akkor válaszlevélbe kapta, hogy erre már meg is valami megoldásunk, már. És már Kyklopszal kapta vissza a Datejustját. Mert hogy ugye a Datejust volt a húzó modell, és amikor már szétosztogatták a Datejustokat az elnököknek, úgy kitalálták, hogy ha már csinálnak egy olyat, amin nem csak nap van, hanem dátum, vagy nem csak dátum van, hanem nap is, akkor az már legyen, az tényleg ilyen a fő, az anyahajó, vagy hogy mondják ezt? Flagship. Igen. Zászlóshajó, igen. Anyahajó. Rombolók és anyahajók flotta. Amúgy de tényleg egy hadsereggel fölé lassan egyébként a Rolex kollekció tényleg. És egyébként most ez most változott meg, idén, mert tavalyig éveken át a Day Date volt mindenhol prominens helyen a Rolexnél, katalógusban először.
honlapon először, press oldalon először, bázeli prezentáció először, mindenhol. És most a Datejust van, képzeld el ezzel a listán. Szerintem ez miért ott van? A én ennek nagyon örülök. A Day-Date-et lefokozni, ez olyan, mintha nem az SMRC frissülne először, hanem a C. Kihozzák a hőtérképes, nem tudom mit, és akkor belerakok a C-mercibe. Ez igaz. De nem, hát a szerkezetet előbb kaptam. Én azt tudom, csak nem, amikor kinyitod a prospektust, hogy... vagy felmész a weboldalra, akkor a C-t fogod előbb látni, mert a... Menjél csak fel. Ezért megyek a németre. Az IP-d attól még magyar. Arra hajt... A, merci! A van kint! B. Így néz ki az új B. Igen. Meg oda is van írva betűvel. És utána jön a CLA. Meg oda is van írva betűvel. Milyen méltatlan? Nem, hogy az S-mercit elrakják. Tudjátok mit? Tudjátok mit? Méltatlan. Kikérem magam. SLC-ről. Ez olyan méltatlan. Ez megy már, van ilyen. Ú, nagyon szép ez a szín. Na minden. Ez olyan méltatlan, mintha a Datejust jelenne meg a Rolex. Hó. Jé, hát ott az jelenik. Yeah. Hol? A Rolex oldalon is a Datejust jelenik. Ezt mondom, hogy ez nem jó. Egyébként az a baj, és ez az nagyon érdekes. De bocsánat, pont mellette van a Day-Date egyébként. Tudom, hát nem. Igen, igen, másikat. Igen. Szóval, hogy az egy nagyon érdekes dolog, amikor valamilyen típusoknak vagy egy márkának a múltját kutatja az ember, hogy sehol nem találja meg ugyanazt a tényt kétszer, mondjuk. Tehát, hogy van, ahol azt mondják, hogy a prezidencia az ekkor jött ki, a másiknál azt mondják, hogy de volt előtte 3 évvel egy Datejust, ami alt, és ezek gyakorlatilag, mivel akkor még máshogy ment ez a próbálkozás, akkor még nem kérték úgy számon a gyártón, hogy de mi láttuk tegnap előtt online, már fenn volt, csak véletlenül levettétek. Ja, kutya tehát, hogy akkor ez még egyáltalán nem így működik. És a márkát se érdekelt. Tehát örültek, hogy bementek dolgozni, megcsinálták az új szíjat, és akkor 3 év alatt körbeért a világon, hogyha szerencséjük így volt. Van. Így van. Úgyhogy ez nagyon érdekes, de szerencsére a Rolexnél aránynak körbehatárolható dolgok vannak. Szerintem kezdjük az első generációval, na. Ami nincs nálunk, mert az sosem, tehát hogy az annyira gyűjtői. Tehát hát 45-ös, tehát azért egy 70-es. Így van, az úgynevezett Dauphin Hensel, tehát mm-hmm. Azzal a ilyen, picit ilyen ívelt, ilyen nagyon szép karcsú mutatókkal. Igen. Úgyhogy ez, és például Tenzing Norgay-nek volt ilyen, aki a Sherpa volt akkor, amikor 53-ban először megmászták az Everestet, és ez volt rajta, tehát egy tömör arany. Pre-Explorer. Pre-Explorer Datejust. Gyönyörű Datejustok voltak. És még más volt a korona, ilyen lapos volt, teljesen máshogy nézett ki a korona. Sokan igen. Koronább koronának nézett ki. Most már olyan Rolex koronának néz ki. Igen. Ez a 28, ez milyen jó, nem? Hogy én február 8-ai vagyok, és így gyakorlatilag minden Rolexet, minden Rolexet magaménak érzek egy picit, ami dátumos. Helyes. Na szóval, ezt eljött a 1600, 1601 és 1603-as széria. Ami a legelső igazán elterjedt Datejust volt, mert ez már úgy tényleg úgy ment mindenfele. Igen, a kőklapszas, igen. Halleluja! Hozzánk került a fiókból egy 1971-es darab. Fel lett újítva egy évet. A számlaphoz és a mutatókhoz nem nyújtunk. A plexi az teljesen gyári, a tok gyári, a korona gyári, és erről annyit kell tudni, mondjuk ez szerencse, félig meddig, hogy ez egy 1981-es fémszí. 10 évvel fiatalabb a fémszí, mert hogy a szélső szemek tömörek. Igen. Úgy nézett, ahelyett, hogy alufóliában lennének összegörgetve. Így van, mert hogy 1975-ig volt a jubilészi, én jubilének mondom, van, aki jubilének, van, aki nem mondja se, hogy hanem azt, hogy ez a nyúló szar. Jó, az úgy már nem az, de a régi, igen. Igen. És 1975-ig gyártották azt az alufóliából hajtogatott szíjat, és 1975-ben tértek rá arra, aminek a külső szemsorok azok már tömörek, és már csak a belső üreges. Mindegyik csatnak meg lehet találni egyébként a kódját bent a belegravírozva, 62510, és mellettük mindig van egy betű, vagy egy szám, vagy egy korona és egy betű, ami pedig egy kód a gyártással kapcsolatban, így lehet tudni azt, hogy mondjuk passzol az órához a szíj. Korban. Tehát, ha Indiana Jonesnak vagy Tomb Raidernek gondoljátok magatokat, akik szeretik az ilyen fejtörőket, akkor igen, akkor lehet ilyeneket nézegetni, egyébként ne tegyétek, mert nagyon fárasztó és nagyon hosszú. Milyen érdekes a forma, ugye, hogy ez a klasszikus oyster tok, ez én imádom, olyan, mint egy kis űrhajó, uh-huh. És hogy a plexi milyen hatalmas benne. Ez egy polírozatlan plexi, tehát ez egy egyéves plexi benne. Szemből egyáltalán nem tűnik, most ez hülyeségnek hangzik, de van olyan kiemelt plexi, amiről szemből is simán meg tudod mondani, hogy hatalmas. És erről pedig egyáltalán nem érzed. Egyáltalán.
De itt tényleg ilyen űrhajó. Én szeretem azokat az óratokokat, amiknek ilyen kis Jetsons feelingje van, vagy nem tudom. És ez nagyon Jetsons. Ez teljesen amúgy. És én nem szeretem a sima stick markereket. Igen. Ez viszont nagyon szép, olyan, mint egy ilyen vájú. Tehát, hogy van benne, és mivel, hogy máshogy törik rajta a fény, ugye, mert fehér aranyból igen. vannak az indexek, és a mutatók meg a kiskorona a számlapon. Olyan, mint egy inverse fluted bezel. Még nem gondolkodtam. De tök olyan. És érdekes, hogy a linet, tehát a mostani, tehát ez ugye ez a hamutartós? Ugye ez a hamutartó. Ez annyira jó. Engine turned. Engine. A hamutartó szerintem sokkal jó. A hamutartó linetának hívek, mert tényleg a retro átkos hamutartókra emlékeztet amúgy tényleg. De az indexek sokkal komolyabban vannak megcsinálva, mint a lunetta szerintem. Vagy nem sokat, de valamennyivel komolyabban. És emlékeztetnek, van itt most nekünk fluted bezeles? Nincsen, mert ez... Na, mert hogy annak azért nagyon brutálak azok a letörései, meg azok a kis, tehát azok az élek, amiket meg tudnak csinálni. És az indexeknél már meg tudták csinálni, de a lunettánál még nem. Mi utazzunk az időbe tovább. 1989-ig repülünk. Ugye úgy nézett ki, hogy a 16... Vagyunk egyidős. Így van. A 1601-et gyártották nagyjából 1978-ig. Ebben a 1570-es szerkezet van, ami még 19800-as félengéssel dolgozik, tehát eléggé kiszaggatott a járműtető, viszont már így is van 40... 19800? Aha. Tehát nem a klasszikus 18000, hanem 19800. Uh-huh. Viszont 48 órás járás tartaléka volt már ennek is, ami szerintem azért elég bizda annak fényében, hogy mondjuk egy bármilyen ETA még mindig nem éri el a 40 órát általában. Tehát de 38-42. Jó rendben. És de... ez a kettő összefügg egyébként. Igen, mert minél nagyobb hercen megy, annál előbb fogy el azonos mennyiségű rugóenergia, hogyha így nagyon egyszerűen próbálunk igen. fogalmazni. És 1978-ban mutatták be az öt referencia számos első generációt, tehát ami összességében a második. Az annyi, hogy a szerkezetet kicserélték a 30-35-ösre, ami már nagy lengésszámú, 4 hercen megy 28.800 leng, és gyors dátumváltós, mert ez nem. Tehát, hogyha itt mondjuk véletlenül tovább tekeritek a dátumot, vagy úgy nem jól áll, amikor akarjátok használni, akkor bizony körbe kell tekerni annyiszor, ahányszor. Tehát, hogy a mutatókat körbe, az nagyon sok idő. Vagy csak le kell tenni, igen, és akkor... Vagy leteszed és vársz egy hónapot? Nem, hát hogyha hát túlmentél, úgy... akkor leteszed, megáll az óra, és utána utalérje. Jó, de hát egy napra, vagy két napra leteszed, hát vagy háromra? Igen. Nem, hát akkor nyilván, hogy... Igen. Na mindegy, és az ezután következő generáció, 78-tól 87-ig, az már gyors dátumváltós volt, de még plex is. És aztán 87-be vezette be egyrészt a Rolex a betűket a széria számba, és akkor nagyon vicces volt, mert úgy kezdődött, hogy 87R, a 88 is, várjál, a nullát, tehát az O-t kihagyták, mert az nullának nézhető, és 89-ben jött az L. Igen. Ki lehet találni 90-ben E, 91-ben X, és ha kiolvasod, akkor Rolex. Én szoktam azt betenni. Igen. És én azért is szeretem nagyon, ugye a két dolog van, amit ilyen szempontból nagyon szeretek. A 89-es óra, mert egy idős velem, és L széria számmal, vagy betűvel kezdődik, igen. mint Ligetfalvi. Micsoda, minden összefüggések. Adott. A másik pedig ugye a zöld Submariner, mint Lynette Verd. Igen. Csak LV. Közben az Ligetfalvi Viktor, és ez hihetetlen, hogy ezt senki nem tudja. Ez az összefüggés? Aha. Hogy te iklette le valójában mi? Ne, mindegy. Nem lehet, hogy te vagy a messiása az LV-nek, meg az L-nek a... Nem, de jó lenne. Megszületett a... És akkor a Louis Vuitton, az is egy ilyen ócska koppintás. Na, tényleg milyen menő van ez? Térjünk vissza. Igen. És ugyanígy, na, 87-ben jött a modellfrissítés, és megjelent a Zafiros Datejust. Én annyit szeretnék mondani egyébként ennek az egésznek kapcsán, hogy tehát egy kicsit leegyszerűsítjük, ami a te fejedben biztos, hogy van értelme, de özöllenek, de így. Mint a Matrix így ennek az. De valójában, amire figyelni kell, hogyha ránéztek egy Rolex-re, mit tudom, Chronoson, ilyen kereskéltek, vagy csak úgy szeretnétek tudni ezeket a dolgokat, akkor a sorozat számban található, vagy nem, a referencia számban található számok száma is meghatározza a korát. Tehát először voltak ugye a négy számjegyesek, utána voltak... Nem, 16-0. 16. Tehát úgy volt, hogy 16-tal kezdődött mindig. Igen, igen. Csak először 01, meg 03, aztán 16... 0-13, 0-14, 0-30, ugye attól függően, hogy milyen lünetta van rajta, meg aranyacél, vagy acél. És akkor utána jött ez a 16
220, 233, 234. Tehát a második generációja a 16-os. Hát igen. És aztán jött a pufi. Oh! Jött a pufi, de egyébként, hogyha így leírjuk egymást, mert hogy 16-0-0, 16-0. Majd csinálsz 0, egy ilyen ábrát? Igen. Akkor úgy tök egyszerűen feldolgozható, és akkor utána jöttek a pufik. A pufi 36-os, abból most nem fogunk mutatni, de most így bevágjuk, így. A 116, az már úgy kezdődik, tehát nem 16-2, hanem 116, tehát az elejére oda bígyeztettek egy egyest. Ugyanez volt egyébként a Submarinernél, meg az összes többi Rolexnél. 116 így, mennyi? 234 mondjuk az a fluted, a fehér arany. És akkor most jön az agyfasz, figyelj. Igen. Megjelentek azok a generációk, amik ugye 41 mm-esek lettek. Megcsinálta először a Datejust 2-t. Így hívták. Datejust 2. Miért? És mindez pontosan úgy, ugyanaz az óra, mint eddig volt. Kis csak nagyobb. Csak nagyobb. Biztos, ez más szerkezet, meg ilyenek. Tehát... De nem. Nem? Nem. Ugyanaz a 31-35 van ebben, mint ebben a Zafirosban. Vagy mint egy Submariner Date-ben, vagy ilyenek. Aha, tök ugyanaz. És az a lényeg, hogy... Mi ebben 31-35 van? Igen, azt is 87-ben kezdték el berakni. És a mai napig ez, tehát ami 87-88 óta van a Datejustokban, a Submarinerekben még idén is ugyanaz van. Kicserélték benne a hajszárugót, meg pár alkatrészt frissítettek benne. És mielőtt a Datejust 2 megjelent volna 41 mm-rel, csak 36-os volt a legnagyobb Datejust? Akkor így mondjuk azért érthető a második generált, hogy ez most elhozza a modern korba ugye a Datejust 2-t. Ez melyik év volt? Melyik évben jönnek a Datejust 2? Datejust 2 2009. No. Volt egy kis gond a Datejust 2-vel. Mégpedig? Hogy nagyon felfújt lett. Igen. Tehát nagyon hogy, rosszak az arányai. Hogy nagyon rosszak. Szerintünk. Igen. Ez üzdés érthető kérdése. Egyébként, ahogy miért lett felfújva, igény volt arra, hogy készüljön egy nagyobb Datejust. Viszont az egész egy picit ilyen... Na most mint a Bangle design a BMW-knél. Tehát amikor igen. Megjelent mondjuk az E60-as 5-ös. Igen. Hogy az annyira nem illett az előtte levőbe és az utána jövőbe, hogy... De ez kellett ahhoz, mert ha ez nem lett volna, akkor most nem lenne a Datejust 41, ami ennek az arányosítás változata. Tehát amit tudni kell, az az, hogy 2009-et írtunk, amikor már azért gyűrűzött kifelé gazdagon a nagy óratrend. És a Rolexnél, amikor ránéztek a termékpalettára, vagy bement valaki, és azt mondta, hogy ide nekem egy ilyen fancy Rolexet, és azt mondták, hogy uram, melyiket szeretnék kérni, a 36 mm-eset, vagy a 36 mm-es? És azt mondta, hogy hát, öcsém, az összes többi órám 44-es ubló meg ilyenek, akkor nem fogok egy 36-os Rolexet venni. És azért megcsinálták ezt a 41-eset, és ez a ránézésre is nagynak látszik. És mit a látszik nagynak? A nagy letisztult felületektől egy nagy, vastag, széles, polírozott lünette van rajta, ami még jobban széthúzza ezt az egészet. Tehát tényleg az embernek olyan érzés, hogy fogtak egy 36-ost, és így felfújták, tudod. Mert ugye a szerkezet ugyanakkora, tehát a dátum ugyanott van, tehát egészen közel van, félúton van a korona és az óra közepe között a dátum. Tehát ez is így összehúzza ezt az egészet. Kicsi a korona, mert szerintem a 36-osról lezen is ellenarccal áttették a koronát. Igen. Tehát van egy kis töpörödött korona, nagy buflák, fülek és lünetta, nagy letisztult számla. Ez egy jól kinéző óra egyébként szerintem a számlappal, meg úgy, ahogy így egyben van, de az arányokon kellett, hogy dolgozzanak egyébként valamelyik. Egyébként színkombó is nagyon jó szerintem. Igen. Az a vicces egyébként, hogy minden óra, ami most nálunk van gyakorlatilag, és Datejust, az ez a színváltozat. Te durva. Igen. Elképesztő. És Oyster csaton van. Ez is egy különleges dolog. És jó a csuklódra. És jó, igen. Hát majdnem, hát azért nem egy kicsit nagy, de igen, tehát azért ezt tudod, kinek van, akinek tényleg nagy csuklója van. Tehát hogy hiába jó, tehát hogy érted, ez nem. És az az érdekes, hogy felvettem a milliméterre ugyanekkor a Datejust 41-et, és még az se tökéletes, szerintem, de már azért jobban áll. Tehát ebbe van egy olyan villantós érzés. Igen, nekem. És akkor itt jön a poén, hogy 16-ban jött a... A Datejust 41. A Datejust 41, és az ugyanakkora gyakorlatilag, mint a Datejust 2, viszont a tokfüleken, meg az arányokon változtattak, az indexek vékonyabbak lettek, igen. A tokfülek önmagukban keskenyebbek lettek, igen, és a mutatók is karcsúbbak lettek. Igen. És megkapta az új generációs verket. Mert ebben már a 32-35 van. Így van, így van. És ez volt egy nagy változás. Mert, és ez azért volt nagyon durva, mert ez 16, és 15-ben jelent meg a 32-55 a Day-Date-be. Tehát a Rolexekről azt kell tudni, hogy 2016 óta, 15-16 óta
az a teljes termelésüket, minden egyes órát, amit gyártanak, mínusz 2, plusz 2 másodperces pontosságra állítják be. Vagy tesztelik. Arra tesztelik házon belül. Tehát úgy néz ki most, ha most bementek és vesztek egy Datejustot, vagy az elmúlt két, mondjuk 3-4 évből vesztek egy Datejustot, az ugyanúgy szuperlatív kronométer lesz, mint ennek a számlapján is áll, de másfajta lesz, nem a bordó kis fütyi lesz itt, hanem a zöld, és 5 év garancia lesz rá, nem tudom mennyi volt, 2 volt előtte. 2 volt előtte. Tehát 5 év gari, 5 év nemzetközi gari, és ez a szuperlatív kronométer teszt, ez azt jelenti, hogy a Rolexnél van egy automatizált in-house teszt egyébként. Megfogják a kis szerkezetet, elkészül a szerkezet, elküldik a COSC-hoz, ahol megkapja a kronométer szertifikátot, igen. De a COSC az a tokozatlan szerkezeteket teszteli. Kb. 2 hétig, 15 nap az hiszem. Megfogják, hitelesítik a szerkezetet, visszaküldik a Rolexhez, a Rolex betokozza a szerkezetet, és a betokozott kész órát küldi végig ezen a teljesen automatizált minőségellenőrzési rendszeren, ami nézi a pontosságot, hogy mínusz 2 plusz 2 másodperc közélyesen, uh-huh. Nyilván hordás szimuláció mellett, mert attól függ, hogy milyen, tehát most ebben nem kanyarodunk bele, de mínusz 2 plusz 2, nézi a járástartaléknak a meglétét, az automata felhúzás hatékonyságát, és teszteli a vízállóságot. Így van. És az elején beleteszed az órát, a végén kiveszed, és kész, és megvan. Mert ugye olyan mennyiségről beszélünk, hogy ezt nem lehet emberileg, főleg nem svájci, igen. Per olasz, per francia, vízi munkaerővel megcsinálni, igen. Tehát egyébként van egy ilyen kis sötét titka a svájci óraiparnak, nem a Rolexnek, hanem úgy általában néhány gyártó csinálja ezt, vagy hát elég sok, hogy valójában nyilván a határon túli, a környező határokon túli franciákat, meg olaszokat, meg ilyesmiket fognak alkalmazni, és időszakos megbízási szerződéssel. És ez azért jó, mert hogy esik kell a francia órai, vagy mi a svájci óraipar, nem kell a svájci munkatörvénykönyvnek, meg ilyesiknek az eljárása szerint kirúgni valakit, hanem csak azt mondod, hogy eddig jöttél órásnak, jövő héten meg már nem kell jönni. Mert nem újítjuk meg a szerződéset. Nyilván nem az összes van így foglalkoztatva, meg nem az összes gyárba, de azért ez egy elég durva, hogy kb. Ilyen bérmunkába mennek át, csak nem elprecedni, hanem szerkezetet összeraknak az emberek, érted? Azért ez milyen aljas, nem? Mm. Abból a szempontból viszont jó az órásoknak nyilván, hogy ugye mondjuk francia, de svájci bért keres, tehát ott mondjuk akkor jóság van, amikor megy a svájci óraipar, de nincs jóság, amikor pár ezer embert vagy pár tízezeret leépítenek. Nem csak innen mennek ki külföldre az emberek, még Franciaországból és Svájcba járnak dolgozni. Igen. Amekkora hiány volt néhány évvel ezelőtt órásból, innen is akár kielmehetett volna órásnak egyébként Svájcba. Még mindig az ETA honlapján fenn van, hogy kiket keresnek, a Swatch Group honlapján, aha. Hogy az ETA-hoz miket keresnek, mindent. Mindent. Ja. Ha értetek a CNC-hez, meg nem csak oda van írva, hogy alapfokú kínai szükséges. Hagyjad meg. Ez durva lenne. Na igen, de ha beszéltek a németet, akkor nyugodtan, vagy a franciát, akkor nyugodtan mehettek Svájcba órásra. Így van. Térjünk vissza a Datejust kronológiához. Megbeszéltük a Plexis változatot, a Plexis faceliftjét, aztán az első Zafirost, ami 89-től 2004-ig volt. Érdekes, hogy a 2004-es 1-1-ben ugyanolyan formában futott, mint mondjuk a 87-es. Tehát, hogy ugyanúgy nézett ki az óra. És mondjuk ez a színnek is hátrány, mert ugye ezek a jubilészíjak 75-ben még rendben voltak, meg még 85-ben is, és 90-ben is elfogadott volt, de hogy 93-ban egyébként az Omega már tudott olyan fémszíjat csinálni, ami ez 98-as, és hogy semmi esélye nincsen gyakorlatilag, és masszív, és ez egy Seamaster Professional, hogy nekik ment 93-ba, nekik 2004-ig. Na jó, de ne a jubilét hasonlítsuk, hanem az Oystert. Jó, meg lehet nézni az Oystert is, ugye, amit ki kellett küldenem ugye legutóbb felújításra. Ne egy újat nézze, volt? Az 2001-es volt. Ez 98-as, és semmi baja nincsen, az 2001-es volt, és ki kellett küldeni felújítani. Jó, igen, igen, ez igaz. Tehát, hogy a Rolex a szíjakban így a 2000-es évek, tehát 2004-5 körül érte magát, meg úgy az ipart utol, addig egy picit szerintem... Igen. Most elmebetegek ezért csak. Most nagyon jó, persze, mert... Tehát most így csinálok néha olyan fotókat megvették egy Rolex... Megvették a ahol készül. Hát jó, de az nem elég megvenni, mert sok mindenki vesz sok minden gyárat, aztán mégis szarjon ki belőle sajnos, de csinálok néha olyan képeket egyébként Rolex csatokról, meg tokokról, hogy így nagyon durva, elmebeteg. És úgy, hogy azért ezt ne felejtsük, hogy ezeknek azért egy nagy része automatizálva van a Rolexnek. Tehát azért van kézi meló is vele, de van azért olyan is, amikor a gép tolja bele a polírkorongba, és nem tudom mi. Aztán amikor ennek leáldozott, és ugye megjelent a karcsúsított 41-es, 2017-re frissítették az összes színváltozatot a Rolexnél, általában ugye úgy szokott lenni, hogy először frissítik az arany, acél és arany verziót, utána pedig majd jöhet valamikor az acél. Ugyanez volt a Datejust 41-nél is.
És ami nagyon érdekes, hogy a 36-os Datejustnál is elindult ez a folyamat, ugyanis aranyacélból, tehát a rolesorból már megjelent, 2018-ban mutatták be a valamivel karcsosított Datejustot, ugye? Na, és akkor mi a lényeg ennek az Everose-nak? Az Everose az a Rolexnek a saját rózsa vagy pink aranya. Ez tök érdekes, de a Rolex honlapon is megtaláltam, hogy úgy hivatkoznak rá, mint pink aranyra, ugyanis a pink és a rózsa az nagyjából, na neked jobban áll. Az gyakorlatilag ugyanaz. A rózsa aranynak meg a lényeg az az, hogy nincsen meg ez a tatás sárga arany feeling, ami egyébként nekem bejön, úgy nem vettem meg a sárga aranyat. Aranynak néz ki, nem úgy, mint a fehér arany. Tehát látod rajta, hogy egy értékes anyag, meg tényleg úgy csillog meg mindent, tehát szépen lehet vele dolgozni nagyon. És nagyjából olyan a tónusa, mint az emberi bőrnek nagyjából. Ha nincsen nagyon-nagyon durván világos bőrötök, szerintem a nagyon világos bőrön kívül minden jól áll egyébként. Tehát amikor ilyen télen így zombivá fehéredve bemegyek és felpróbálok egyet, akkor írtozatosan hülyén néz ki rajta mondjuk egy Everose. De ha már egy kicsit is barnább vagyok, vagy kicsit normálisabb emberi színem van magamhoz képest, akkor zseniális. Érdemes megnézni szerintem az Everose-t amúgy, Frankon. Az a nagyon érdekes egyébként, hogy ahhoz képest, hogy a Datejustok használtam mennyire könnyen hozzáférhetőek, mert mint a többi hasonló kategóriájúhoz képest, ugye, hogy a plexiseket meg lehet venni ilyen 700 ezer és 1 millió forint között állapottól függően, a zafirosokat meg lehet venni 900 és 1 millió kettő között állapot függően, és aztán már a 41-esekhez is hozzá lehet jutni ilyen 1-3 környékén. Az újak, azok mocskos mód drágák. A gyémántokról egy pillanatra, hogyha szabad kérnem, hogy így eltávolodjunk, hogy nézzel nekem egy 36-ost acélból, a domború lünettel. Ja, full acél? A legolcsó. Szelek 6500 dodo, vagy mi euró vagy? Hát az most 2 millió 100 valahány ezer forint egy 36 mm-es teljesen acél Datejustér. Ugye, hogyha kérjük hozzá a recés lünettát, a recés fluted bezer, akkor már is egy ezressel drágább. Ami egyébként nem is annyira sok, mert van olyan, ahol lényegesen nagyobb az árbeli különbség. 2-3 ezer eurót is el tud dobni. Most nézte. Hát fogunk egy körülbelül 3 grammos fehér arany hullámos gyűrűt, 3 gram nagyjából, és elkérünk rá 330 ezer forintot. Igen, de láttál már ilyen lünettát közelre? Nem, de én ezt gramba szeretném árulni, tehát hogy ez mindennél durvább üzlet. Nem, ezt látni kell. Láttam nincs, ilyet közelről. Nincsen senki másnak ilyen lünettája. Senkinek. Senkinek nincs. Senkinek. A közelében az Omega Globemasteren úgy néz ki, mint egy 50 forintosnak a szélehez képest. Rolex öv van rajtad. Igen. Fúj! Én nem beszélek vele, ma már indorító. Az a szerencsé, hogy az rám rövid lenne valószínűleg. Igen, amúgy. Fúj. Na szóval. Legjobb öv amúgy, tök kényelmes. Én rendkívül várom azt, hogy a 36-os Datejustból bemutassák az újat. Tehát abból is bemutassák, mert ugye az Everose-ból már, vagy Rolex-horból, meg az Everose-ból van. Ez viszont... nem létezik, hogy most így fű alatt frissült amúgy? Nem. Na, visszatérve arra a lünettára csak fél szóvereig. 1000 euró arra a lünettára egyébként semmi. Őszintén azt gondolom. 1000 euró. Igen. Hány évre veszed ezt a Rolexet? Örökre. Akkor most egyébként, ha nincs 1000 euród arra, hogy megvedd olyannak, amilyennek szeretnéd, hogy legyen, akkor semmi értelme nem volt az egész gyakorlatnak szerintem. Ez a mondat leírja tökéletesen a svájci óraipart. Amúgy. Nem, mert a legtöbb svájci óra nem tart örökké, sajnos. Ezek tudja, hogy kimennek a világba. De a szellemiségét leírtad. Igen, igen, csak a marketing szellemiségét, de a termék szellemiség nagyon kevés márkánál van mögötte, hogy tényleg ki fog tartani 10 vagy 20 évig, vagy 50 évig, vagy 30 évig. Tehát én nem akarnék úgy a kezemre nézni, hogy aha, bazzeng, az 1000 euró, akkor bazzeng, akkor nem eszem csak mit tudom én, zacskós levest, mit tudom én, fél évig, és utána csak összehozom. Azoknak, akik nem akarják megvenni a vintage Datejustokat, azért, mert azoknak van egy titkos befutó. Dávid, vedd elő kérlek azt, ami még benn van a helyén. Nem úgy. Ajaj. Wow. Mindjárt jön ez mi a... Wow, ez meg mi a... Rá is van írva. Tudor, a hányt adott sorsuk kis tesó. Ez a cég mottója. Aki mindig csak figyelte, hogy jön a tanár, amíg a bácsi cigizik. Igen. Egy date day
Le sibling miserable. Mert hogy a Tudornál nem DD-t használtak. Ja, Istenem, ez annyira gyászos. Date. Szerintem amúgy... Figyelj, egyik oldalról mondhatod, hogy gyászos, azért, mert te amúgy bele vagy esve ugye nagyon a 36-os DD-dbe. De hogyha megnézed azt, hogy a Rolex hogyan csinált magának alternatívát egy teljesen más árszegmensbe, akkor nem rossz. Nem rossz, persze, hogy nem rossz, csak ez olyan érdekes, hogy... Ez egy ugyanolyan Oyster tok, nézd össze ezzel, ez ugyanaz a tok, egy az egyben. Ne az a, bocsánat, ezzel nézd össze. Ugyanaz a tok, ugyanaz a zafír, ugyanaz a küklopsz, ugyanaz a korona, minden egy az egyben ugyanaz. Csak más a ver. Aha, egy ETA 28-34 van benne. És azért van szebben polírozva, tudod, mert ez 2002-es. De ennek hegyes a fülnek a vége, ennek meg le van törve. Na bum. Ennyit azért, hogy alakítsanak már rajta. Mm. Ez nagyon beteg. Szóval ugyanazt kapod meg. Ugyanúgy 36 mm minden ugyanaz. Azért tűnik kisebbnek, mert a domború lünetta az általában optikailag visszavesz egy picit, míg a hamutartó vagy a flutit az pedig egy picit hozzáad. A számlap az tök totál ugyanaz. Mm-hmm. Tehát az látszik. Ugyanaz a festék van rajta, ugyanaz az alak. Ez nagyon komoly. Hát ezek az idők elmúltak azért. És fele annyiba kerül a tudat? És a szíja az simán megér egy misét. Mert nem nyúlt annyira egyébként, teljesen jól egyben van. Sokkal masszívabbnak tűnik egyébként. Igen. Ez egy szerethető kis óra egyébként. Én csak azt kívánom, hogy a Tudor bárcsak ne lett volna abba kényszerítve, hogy nevezzük el úgy, mint a Rolex, de ne legyen pont ugyanaz, de mégis mindenki tudja, hogy ez ugyanaz csak. És akkor így lesz a day-date-ből day-day. És ez olyan, kicsit olyan, hogy erre miért volt szükség erre a gyakorlatra, miért nem lehetett, nem tudom, máshogy elnevezni. De összesség most... De amit... egyébként ugye talán ennek is ott van a számlapján. Rotorszáfajni. Prince, aha. Tehát az összes olyan, a legtöbb olyan Tudornál, ami valamelyik Rolexnek a tudorosítása, mondjuk az úgy, Prince-nek hívják. De ez milyen cuki? Ez cuki. Vagy a herceg, vagy a kis... Vagy nem a király, mert van a király. Nem Oyster Date-nek hívják, hanem Oyster Prince-nek. Van olyan, hogy érzitek ezeket a fluktuációkat, abban, hogy van-e értelme, vagy nincs. Tehát, hogy én voltam a Tudornál is, meg a Rolexnél is, Genfbe egyébként, tehát, és amikor az ember bemegy egy ilyen környezetbe, és látja, hogy hol dolgoznak, meg hogyan dolgoznak ott az emberek, elképesztően fura. Tehát, hogy a kapcsolat a Tudor és a Rolex között, a Tudornak és a Rolexnek is furcsa. És ezekből a döntésekből látszik. Tök furán van kezelve az egész. Szerintem akkor, amikor kitalálták őket, akkor meg volt a koncepció, viszont azzal együtt, ahogy meghaltak azok, akik kitalálták, a koncepció is velük együtt annak az eredetisége és a sírba szállt. Igen. Meg ugye most, tehát ha megnézitek, hogy most hol van a Tudor, és hol volt 3 vagy 4 évvel ezelőtt, a Tudor volt az egyik legtöbbet vitatott, legtöbbet beszélt, legnépszerűbb márka. Tehát meg lehetett őrül, az emberek megőrültek, amikor kijött a Black Bay. Így mentek előre. És mi van az elmúlt 3 évben? Lady Gaga meg rugby. Ennyi. Beckham. Igen. Az Lady Gaga az ugyanaz nekem. Igen. Szóval szerintem a Datejust ez a mindenre jó dolog. Tehát, hogy ezt fel tudod venni arra, egy pólóhoz, fel tudod venni egy inkhez, egy bármihez. Mi volt a vízállósága? 100 méter. Ez is már 100 méter? Oyster 100 méter. Aha, király. A Plexis is. Fú, de király. Ja, és térjünk erre, hogy oké, lehet viccet csinálni ezekből a csatokból, hogy nyúlnak, mert tényleg vicces, ahogy nyúlnak, de elképesztően kényelmesek. Nagyon. Tehát egy brutálisan kényelmesek ezek a régiók. És Michael Young ezt is fel tudja újítani. Én egyszer már küldtem ki, ugye talán olvastátok a Datejust Memento című cikket, nekem 2,5 évig volt Datejustom, az első drága órám az volt, és az nekem nagyon sokat jelentett, és nagyon lelakva került hozzám, és nagyon sokat költöttem rá, mire jó lett, és szép lett. Michael Young annak felújította a jubilésziát, és itt most láthatjátok is a képet, ugye, hogy megcsinálta, és valószínűleg ennek is megy majd ki a szíja hozzá. Ez egy nagyon szeretető óra, amúgy tényleg. Tehát ez a Sunburst számlap, hogy ez mindig... még ma is olyan, ha ma megveszed, már jó vagy. Nem kell már másik és órát helyé. Ha megnézed, ebbe is az indexekbe ugyanúgy van középen egy vájat, mint ebbe, csak és nincs lúmos. Meg az a vájtbolyság. Lúmos, de hát azt tudod, mikor döglött meg az a lúm 89-es óra. Ja, ez tríciumos vájat, de nem volt... Nem világ, ja, ez volt lúmos, igen, bocs, oké. Na, ennyire ugyanolyanok a számlapok, hogy még a Tudorra emlékeztem, most néztem, hogy ez nem tríciumos, ez meg igen. Tehát azt tudtam, hogy ez az, csak már azt hittem, hogy még úgy, hogy ha a szerkezet iránti plusz igény, tehát hogy ETA vagy Rolex, és az nincs megfeltétlenül, akkor a Tudor a legjobb megoldás. Az a baj, hogy van, tehát, és ez most, ez nem én mondom, ez így él az embereknek a fejében, mert így is van.
vagy Rolexed van, vagy bármi másod. Hiába veszel Tudort, akkor ez egy tök jó óra. Soha nem fogod megbánni, hogy ilyened van. Kivéve, hogyha folyamatosan arra fog emlékezni, hogy basszus, Rolexet kellett volna, hogy vegyek, mint hogy vehettél volna, mert ez milyen árban van? Vintage, tehát, hogy mit tudom én, ilyen 4 és 800 ezer között bárhol. Aha. Attól függ, hogy 34, 36 vagy 38 milliméteres. Na, igen. Jó, tehát, hogyha, de ha méretben ugyanott vagyunk, mint egy... Ha egy ilyet akarsz, akkor ez 4,55. Aha, és ennek a Rolex megfelelője? Dupla annyi. Na, ez nagyjából. Tehát azért nagyon kell akarni azt a Rolexet. Nagyon kell akarni azt a Rolexet, de ha viszont megvan a Rolex, akkor utána megvan abból a szempontból, lehet, hogy lenyugszol utána, és nem költesz, nem tudom, hány másik órára, vagy nehezebben adod el, vagy ilyenek. Nagyot kanyarítottunk, szerintem azért nem véletlenül ez az egyik alapvető luxus óra a világon, tényleg, mindenhol. Igen. És általában a Datejust a legtöbbet fogyó Rolex. Igen? Nagyon helyes. Nagyon helyes. Tehát, hogy volumenben, és én így gondolkodtam, amikor azt először hallottam, és több helyre hallottam már azóta, tehát most is jó helyekre hallottam, tehát most hogy elfogadom. De amikor először hallottam, hogy rögtön elkezdtek itt cikezni, hogy gondoltak a filmben, hogy mi? Nem a Saab? És akkor hallottam, hogy nem, mert az egy sportóra, és ott a 40-es, és tök sok, nem mindenki akar egy buvárórát érted hétköznapi életre. Akkor nem az osztály perpetual, mert az olcsóbb. De nem, mert nem annyival olcsóbb, mint a Datejust, hogy azt mond, hogy akkor tud annyival is olcsóbb lenni, de most attól függ, hogyan csűrjük, csavarjuk. Azért tőlünk balra, nem, tehát ha már van 5000 eurót egy órára, egy OP-re, akkor lesz 7 egy Datejustra, most mondtam valamit, tehát, hogy vagy 7,5, tehát, hogy azért ott nem, tehát nem annyival olcsóbb az OP, inkább így mondom, hogy ellensúlyozza a volumenbe azt, amennyivel több, tehát, hogy az nem történik meg. És mi marad más? Daytona túl drága ahhoz képest, és acélban nem tudod megvenni, ugye kezdjük itt. Tehát marad a Datejust, mert a Datejust bemész, és veszel magadnak ennyit, mert ebből van. Igen. És rengeteg számlapváltozatot lehet választani. Rengeteget. Ne kezdek, kérlek, ne. Akkor csak annyit. Legutóbb, amikor mit tudom én, egy hónapja beszélgettünk erről a Daviddal, akkor így el is vesztünk. Igen. Tehát Datejustból jelen pillanatban van 28-as, 31-es, 34-es, 36-os és 41-es. És ezek még csak a méretbeli változatok. És ezeken belül szinte mindegyikből kell lennie full acélnak, Rolexornak, ami arany és acél, vagy Tuton, igen, és full aranynak. És különböző lunetta kombinációk, mert van a domd, ugye, ami egy sima, ilyen kupolás lunetta, van a frutid, rovátkát, van egy gyémántokkal rakott, és akkor a számlapokból is van még az összes többi. És ezért van az, hogy a Rolexnek összesen 450 SKU-ja van. 450 különböző modellváltozat van a Rolexen belül. Én szerintem Datejustból össze lehetne rakni 400-at. Nincs, de összesen van 450 Rolex. Állítólag. Most olvastam ilyen market research hülyeségeket, mit tudom én, és abban volt. Omega 800 különböző referencia, csak mondom viszonyítási alapnak. De kemény. 800. A végére értünk. Nagyon sokáig lehetne még beszélni erről, hogyha érdekelnek a Datejustok, akkor írtam egy olyat, hogy Datejust típus töri első rész, második rész, ahol a számlapváltozatokról, meg mindenről, a mindenről tényleg szó van. Erre elég egy átlag hétköznap este, vagy egy teljes hétvége? Nem, a két cikk együtt egy ilyen 40 perc, 45. Olvasni, meg felfogni, tehát hogy úgyis közben az ember elkezd keresni Chrono 24-en, meg itt, meg ott, tehát meg a csoportokban, Facebookon. Óra, egy jó pohár szendonáttal leültök. Így van, és tényleg jó. Meg írtam egy Datejust Memento, aminek lesz egy második része, az pont arról szólt, hogy bánom-e, hogy eladtam azt a sokáig megvolt Datejustomat. Érdem, hogy be fogok vágni a szomorú hegedet. Találtam egy velem egy korút, és ő most velem van. Ez nagyon szép. Találkozunk jövő héten. Oh! Most még időben szólok, na, hogy írd be kérlek ott az internetbe. Hogy? Hogy Chronometing. CH-val. A következő Chronometingünk 2019. március 31-én lesz. Március 31. A Corinthia Hotel dísztermében. Bizony, ne felejtsetek el elmenni, ott is találhattok a Doxától kezdve szerintem a tömör arany szabmarinerig bármit. Lehet nézelődni, felpróbálni, vásárolni, eladni mindent, amit akartok. Szóval Chronometing március 31-én a Corinthia Hotel Budapestben. Köszi, hogy néztétek ezt az epizódot. Igyekszünk majd még Datejust-szakat csöpögtetni később. Igen, és rövidre megvágni ezt a másfél óra alatt felvett adást. Ez mindig így kezdődik amúgy. Na.
De hát, vagy majd erről két még nap, annyit vagy lehetne majd két beszélgetni. Nap, vagy majd szétszedjük, és két adás lesz. Annyit lehetne még erről beszélgetni, hogy ez félelmetes. Szóval találkozunk következő héten, amikor majd másról fogunk beszélgetni. Vagy nem. A műsort támogatta